Köszöntöm kedves nézőinket, mint ahogy megszokhatták már időről időre, egy-egy sárospataki vagy környékbeli embert arra kérünk, hogy hosszabban beszélgessen el velünk, valamilyen okból kifolyólag, és bevallom őszintén, hogy most egy kicsit zavarban vagyok, hiszen itt ül velem szemben Timáriné király Sarolta, a Sárospataki Református Kollégium, nem mondom végig, általános iskolájának, vagyis a Kisrefinek a tagintézmény vezetője is. Azért vagyok zavarban, mert már ezt nagyon sokszor mondtam neked, hogy egy olyan energikus ember vagy a mai napig, és itt amiatt kell nekünk leülni beszélgetni, hogy ugye nyugdíjba mész. Ez szinte hihetetlen. De hát azért valahonnan induljunk el mégis az elejétől. Nyilván valamikor eldőlt, hogy pedagógus szeretnél lenni. Emlékszel rá, hogy mi volt az a pillanat, vagy mi volt az a hatás, ami téged elindított ezen a pályán? Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és nagyon kisgyermekként tudatosult bennem, hogy én biztos, hogy majd pedagógus, tanítónéni szeretnék lenni, hiszen pedagógus családból származom. Az anyai nagyapám kántortanító volt Újcsanáloson több mint 50 évig. Őt követte mind a két lánya, egyik lánya édesanyám volt, ő is pedagógus volt, és hiszen akkor nem volt még, hogy óvodába vitték a gyerekeket, ha nem volt, aki vigyázzon rám, akkor elvitt magával, Vajdácskán tanított, és én nagyon szép csendben üldögéltem a hátsó padba, mindig meg volt mondva, hogy meséskönyvet nézegethetek, rajzolhatok, de amíg tart az óra, nem szólalhatok meg. És én ezt be is tartottam, és nagyon tetszett az, ahogy ő a gyerekeket tanította, már akkor megfogott az, hogy én biztos, hogy pedagógus szeretnék lenni. Aztán bekerültem az általános iskolába, a tanítóképző gyakorló általános iskolájába jártam, és ott olyan pedagógusok voltak, első osztályban Kanesücné Ibolya néni, sajnos ő már nem él, második osztályban Fráterné Marika néni, utána pedig Nagy Ilonka néni, aki egy sajnos ő is nemrég elhunyt. Egy olyan példaértékű pedagógus volt, hogy szinte magával ragadta az embereket, és már ott beletáplálta azt, hogy milyen jó, ha valaki tanítónéni. És ekkor határoztam el, ez egy újabb lökést adott arra, hogy az én pályaválasztásomban biztos, hogy tanítónéni leszek. Aztán érettségi után egy kicsit meginoktam, olyan szempontból, hogy nagyon magas pontszámmal be is kerültem a tanítóképzőbe, de akkor többszörös túljelentkezés volt, és előfelvételisként kezeltek, mert hogy a fizikai dolgozók gyerekei abban az időben előnyt élveztek, és óvónőként kezdtem el képesítés nélkül dolgozni. Egy fél évig kenézlőn, majd egy fél évig Sárospataki óvodába voltam, a vár melletti óvodába óvónő, és az is nagyon tetszett. És akkor ott elgondolkodtam, hogy hát jól döntöttem én, lehet, hogy még ezek a kisebb gyerekek még jobb lenne, hogyha óvónéni lehetnék, de aztán végül is mindent latba vetve, mondom, ha már eredetileg tanítónak jelentkeztem, mégiscsak jó lesz az nekem, és így lettem a tanítói pályára, így kerültem. Amikor tanító lettél, benned volt-e az ugye a tanítóképzőben valamikor még az elején tanítják ezt, hogy a pedagógus mindig egy példakép a gyerekek számára, öltözködésben, viselkedésben, modorban, mindenben, amiben csak lehet. Hogyan maradt ez meg benned? Én akkor is már úgy gondoltam, hogy egy tanítónéni az tényleg mindig példa. Akármilyen körülmények között példa vagy. És azt gondoltam, hogy ott, mikor jártunk a gyakorlatokra is, hát a gyakorlóiskolába is olyan pedagógusokhoz kerültem, mint Pásztorné Ilike néni, aki tényleg egy példa volt. A maga megjelenésével mindig frizura rendbe, öltözködése rendbe, és az ízlésformálás. Tehát úgy gondolom én is, hogy igenis egy tanítónőnek példának kell lenni egy pedagógusnak mindenféle szempontból a gyerekek előtt. Tehát mindig vigyázni kell arra, hogy úgy jelenjen meg, hogy az tényleg példaértékű legyen. Magatartásával, beszédével, öltözködésével. Hol kezdted a pályád, mint tanító? 1981-ben kezdtem Visen, nagyon boldog voltam. A Magi Tóni bácsi szavai mindig a fülembe csengenek, hogy mikor államvizsgáztunk, környezetismeretet húztam, és mondta, hogy ugye már akkor úgy volt, hogy felajánlották, hogy hol van hely, és úgymond kirendeltek. És azt mondta Magi Tóni bácsi, hogy hát a jelölt, a bizottságnak mondta, Visre megy, azóta 3 S-sel írják, mióta tudják, hogy Sárika oda megy. Úgyhogy én Visen kezdtem,
Nagyon-nagyon szerettem ott lenni. Az első gyermekünk születéséig ott voltam pedagógus. Egy 22 fős osztállyal kezdtem elsőben. Nagyon-nagyon aranyos, igazi, falusi, tudásszomra felvértezve érkeztek az iskolában, és én ott volt először, hogy a következő két év múlva összevont osztály lett, és egy-három osztályt tanítottam. Annyira nem volt még akkor kidolgozva a újabb összevont osztálynak a tematikája, hogy felutaztam Budapestre, elmentem a pedagógiai intézetbe, és én magam szedtem össze, hogy egy összevont osztályban mi az, ami most kell. Mikor én iskolás voltam, volt, mert a gyakorló iskolában Magyar Pálné Olgi néni, meg Fráter Pista bácsi tanított mindig összevont osztályban, de ez egy teljesen új koncepcióval indult 83-ba. Mikor kerültél a gyakorló iskolába, és milyen érzés volt ez, hiszen ugye ott a pedagógusok nem csak a gyerekeket tanították, de a jövendőbeli tanító nemzedéket is, ugye ez kettős feladatot jelentett. 1986. januárjában kaptam egy meghívást, akkor Tóth József volt az igazgató, és azt mondta nekem, hogy ha én szeretnék valaha Sárospatakra jönni, és a gyakorlóiskolába, akkor most erre lehetőség van. Már megvolt az a 3 éves gyakorlatom is, hiszen utána született az első gyermekünk, gyesen voltam, és másfél éves volt a kislányom, amikor ő azt mondta, hogy Mihály Sándorné megy a napköziből nyugdíjba. Ha most jövök, most helyem lesz, végleges kinevezett álláshelyre jönnék, és jól gondoljam meg, mert ez egy nagyon nagy lehetőség, de rögtön a gyakorlati képzést is át kellett vennem. És akkor úgy döntöttem, nyilván megbeszéltem a családdal, hogy végül is az nagyon jó, mert akkor még azért úgy volt, hogy aki délutára ment, délelőtt nagy rész szabad volt. Úgyhogy mondom, mire a gyerek megy aludni, akkor én már mehetek is dolgozni, és akkor 86-tól napköziben dolgoztam, nagyon szerettem azt a munkát is, hallgatókkal is nagyon szerettem dolgozni, és 89-től pedig átkerültem délelőttös pedagógusnak. Azért volt nagyon nagy megtiszteltetés, mert akik a szakvezetőim voltak, mint főiskolás kollégáim, illetve igazgatóm lett. Mit jelentett az életedben ez az időszak? Nem csak a szakmai, hanem úgy általában. Mit épültél? Mi volt az, ami előtt jelentett? Nagyon-nagyon sok segített abban, hogy a további pályámon még kiválóbban tudjak teljesíteni, hiszen bármit mondanak, egy főiskolai hallgató, és abban az időben még nagyon-nagyon sok főiskolai hallgató volt, nem is tudom, talán ezren felül is voltak azok a hallgatók, akikkel foglalkoztam, sok újat is tanultam. Nagyon jó volt az, amikor hátul ültem, ők tanítottak. Nagyon sokat segített abban, hogy sokkal jobban megismerhettem a tanulóimat, hiszen más, amikor tanítja őket az ember, vagy csak megfigyeli, és nagyon sok olyan élmény ért, hogy hú, hát ezt lehet így is, hiszen ők, mint fiatalok, próbálták magukból a legjobbat kihozni. És mivel tantárgypedagógusok is, hát nagy nevek voltak akkor, ugye Gönczi Ákos, Ködöböc Józsi bácsi, tehát sok olyan, még én is tanultam olyan dolgokat tőlük, amit tovább tudtam kamatoztatni. Aztán jött még egy óriási váltás az életedben, ami azért, ha belegondolunk, most könnyű megítélni, de akkor voltál egy stabil légkörben, egy stabil helyen, egy jól menő iskolában, és akkor jött egy olyan lehetőség, hogy egy új iskola indult itt Sárospatakon, a Sárospataki, vagyis a Református Egyház, ugye Tiszán innen egy Református Egyházkerület hátterével. Mi játszódott le a fejedben, amikor ez a lehetőség megnyílt? Mit vetettél latba, hogy belefogja? Mert hiszen azért az is keveseknek adódik meg, hogy iskolát alapítsanak. Ez így van. Nem volt könnyű döntés. Viszont úgy éreztem, hogy tartozom a családnak ezzel. Ugye említettem, hogy nagyapám kántortanító volt, és édesapám a háború után az államosításig, 1952-ig a református kollégiumnak a háznagya volt. És neki mindig vágya volt, hogy hát majd valaki még biztos ide kerül. Először ide került a nővérem, Kazincz Barczi Károly, utána pedig fölkértek engem erre az iskola alapításra.
Az is közrejátszott a döntésben, hogy mikor engem behívott az akkori igazgató Lénárt Attila úr, hogy indulna az iskola, és hogy ő több helyről ajánlást kapott, hogy nyilván ismertek, mert templomba járó családba születtem, sok lelkész van, édesapám testvérei is azok, illetve az ő gyerekei, tehát ez se áll tőlem távol, és azon gondolkodtam, hogy vajon jó lesz-e. És mikor engem behívtak, felkértek, én rögtön utána, mielőtt még hazamentem volna a családdal megbeszélni, úgy gondoltam, hogy úgy a fair, hogyha az akkori igazgatónőhöz rögtön bemegyek. Bementem Pásztor Nilike nénihez, és ő azt mondta, hogy egyrészről nagyon-nagyon büszke, hogy innen választottak, és hogy engem választottak, hiszen hallgatója voltam, igazgatónőm kollégája vagyok. A másik részről nagyon sajnálja, mert hogy egy értékes pedagógust veszít, viszont azt is látni kell, hogy ha még egy iskola nyílik, Sárospatakon a gyereklétszám is akkor több felé fog oszlani, csökkenni fog, és hogy a tanító a legtöbb a gyakorló iskolába, és akkor úgy gondoltam, hogy ha ő se haraggal fog tőlem elválni, és nem ellenségnek fog tekinteni, akkor most ez egy nagy lehetőség, és mégiscsak belevágok. Hogyan kezdtetek hozzá a szervező munkához, hiszen tényleg ahol semmiről kell kezdeni gyakorlatilag, ott azért nehéz ez a feladat, minden az emberen múlik, és hát nagyon kis létszámú pedagógusi gárdával kezdtetek hozzá. Igen, nagyon nehéz feladat volt, de nagyon sokan segítségünkre voltak. Az egyházkerület teljes erővel támogatta ezt. A gimnázium igazgató úr, mint említettem, akkor Lénárt Attila úr volt szintén, és amit én úgy gondolok, hogy ami nagyon nagy dolog, hogy nem tudták, hol leszünk, mi se tudtuk, nem tudtam még, kivel leszek, és mégis, amikor kiderült, hogy engem meghívással kértek, aztán tanítói pályázatok futottak be, nagyon sok, ezt el kell, hogy mondjam, rengeteg pályázat volt, és akkor kiválasztották pontosan én két kollégám, Mózesné Marikával kezdtem, aki a délutános párom volt, mikor a gyakorlóiskolába ő visszajött Gyesről, utána aztán külön osztályfőnök lett, és az osztályon mindig Varga Lukácsné Marika vett át, és ő volt a másik. Tehát így jöttünk hárman, és rögtön 22 jelentkezőnk lett, ahogy megtudták, hogy kik jövünk tanítani, még épületet se tudtak, de azt mondták, hogy ez így tökéletes lesz. Milyen stációi voltak annak az építkezésnek, aminek ma már az eredményét látjuk, hiszen egy jól ismert iskoláról van szó, egy közkedvelt iskoláról. Mik voltak a legfontosabb stációk ebben? Legelőször a kollégiumba, ami a Kazinci úton van, a Töválnak a volt épületébe alakítottak ki nekünk egy egytantermes iskolát. Nagyon szurkoltunk, hogy kész legyen, kész lett, gyönyörű volt, családias volt, nekünk talán a legszebb volt, és rögtön elkezdték építeni ezt az épületet, amiben most vagyunk. Végig idegeskedés volt, mert hogy úgy szakadt azon a tavaszon és nyáron az eső állandóan, hogy szegény emberek már volt, hogy esernyővel burkoltak a fejük felett, meg kihúzott ponyvákkal, mert tényleg nem állhatott le a munka, hiszen tavasszal beiskoláztuk a következő osztályt, ami pedig szintén, az pedig már 30-as létszámmal volt, és hát hely kellett. És hát hála a jó Istennek, meg az építtetőknek, meg a munkásoknak átadásra is került, mire kezdődött az iskola. Utána kaptatok egy gyönyörű épületet, amiben most is vagyunk, ez lett ugye a későbbi Kisrefi. Mit jelentett az iskola számára az, hogy tényleg most már megfelelő, méltó körülmények között, és milyen lett a hangulata ennek az iskolának? A körülmények ott is jók voltak, mint említettem, de nyilván, amikor már két osztály van, azt nem lehet egy tanterembe betenni. Hát nagyon-nagyon jó érzés volt, nagyon szép volt maga az avató ünnepség is, ami nekem a legjobban kellemes emlékként maradt meg, hogy egy volt pataki diák, Fésűs úr volt, aki jött átadni, ugye meg püspök úr, és azért tudjuk, hogyha valakit megérint a pataki szellem, az ide kötődik, és ő olyan örömmel jött ide, akkor a földszintet kezdtük el belakni, tehát lezártuk az első emeletet meg a tetőteret, és a földszinti tantermeket vettük igénybe,
és mindig olyan örömmel rendeztük be, és ahogy egyre jöttek a gyerekek, ugye már két osztály volt, már majdnem, tehát 50 nem felül voltak a gyerekek, nőtt a pedagógus létszám is, tehát úgy szépen benépesült ez az épület, és hát azért nagyon jó volt tudni, hogy egy ilyen gyönyörű épületbe jövünk. Milyen vezető szerettél volna lenni, illetve milyen vezetői attitűdöket vetettél labba ahhoz, hogy itt egy megfelelő hangulat legyen, egy támogató hangulat legyen a pedagógusok, gyerekek részére, mert hiszen aki ismert, tudjuk, hogy egy jókedélyű ember vagy, és de hát azt a Sárika nénit is ismerjük, amikor még a fű is vigyázban áll az udvaron, tehát hogyan próbáltad te ezeket használni ahhoz, hogy tényleg egy jó hangulat alakuljon ki az iskolában? Én úgy gondolom, hogy tanítás és komoly munka ott folyik, ahol fegyelem is van. Én ezt hiszem és vallom a mai napig. Mindig is azt tűztem ki, és mindig azt mondtam el az érkező pedagógusoknak, hogy arra viszont nagyon vigyázzunk, hogy szerető szigor legyen. Tehát nem a katonás rend, hanem szeretettel, megértéssel, demokratikus vezetőnek tartom egyébként magam. Mindig is kíváncsi voltam a kollégák véleményére, és próbáltunk aszerint haladni. Ugyanakkor, mint ahogy említetted, Attila, igen, én szerettem, hogyha jó kedv van, mindennek megvan a maga ideje. Nevetés legyen, próbáljuk alsó tagozatba főleg játékosan tanítani, ne is érezze a gyerek, hogy ott tanulás van. Viszont én azt gondolom, hogy és erre épülnek a mai módszerek is, hiszen nagyon sokat változott azóta a projektmódszerekkel is. Persze beszélhet a gyerek is, hogy ne beszélhetne, csak azért azokat a korlátokat, meg szerepeket tartsuk be, és én erre próbáltam mindig is, hogy az a szeretet, teljes légkör legyen, de ugyanakkor ott legyen a fegyelmezettség, a szigorúság. Szerinted minek köszönhető az, hogy ennek az iskolának sikerült úgy helyet találnia magának egy egyre nehezedő körülmény között, hiszen, mint ahogy említette, te is a gyerek létszámére csökken, ez egy új iskola lett, és hogyan tudott szerinted úgy helyet találni benne, hogy tehát igazából ellenségeskedés zavart nem okozott, hanem így egy közkedvelt iskola. Tehát egyszerűen így szépen fölépült, az emberek befogadták, és már egy közkedvelt iskola mondjuk ki, hiszen nagyon sok gyereket iratnak ide, és nagyon sokszor az első helyen próbálják ide bejuttatni a gyereket a szülők. Én két dolgot gondolok, ami miatt népszerű lett. Az első az elején az újdonság erejével, hiszen Sárospatakon az első egyházi iskola volt a református általános iskola. Addig nem volt itt egyházi iskola. A szülők is nagyon-nagyon, szerintem rohanó világot élünk, és akik vallásosak, és bármennyire is azt mondjuk, hogy nem az az első, mert biztos, hogy nem csak aszerint választják az iskolát, de hogyha tudják, hogy a gyerekük egy nyugodt légkörbe van, ahol, és tényleg én ezt hiszem és vallom ennyi év után, hogy amikor úgy kezdődik a tanítás, hogy akár élő szóval, akár rádión keresztül egy reggeli áhítat van, nem kell azt mondani a gyerekeknek, hogy most már csend legyen, mert azonnal csengetnek, nem is csengetnek, hanem rögtön kezdünk egy igével, egy nagyon rövid ige magyarázattal, egy kis imával, ez már eleve egy fegyelmező erő. És jól érzik itt magukat a gyerekek, hiszen sok olyan program van az egyházi iskolában, még talán több annyival, hogy hétvégén is vannak olyan programok, templomi alkalmak, amik vonzák a gyerekeket. Többet vannak együtt, azért ott mégiscsak egy megnyugvás van. Hát tudjuk, hogy a templomban azért csend van. El lehet csendesedni, az imádságban örömünket, fájdalmunkat, bánatunkat, bármit elmondhatunk. Ez is biztos, hogy egy vonzó. A másik pedig úgy gondolom, hogy tudatosan alulról építkezve olyan pedagógusokat igyekeztem megnyerni, akik ugyanazt hiszik és vallják, mint ami az én célom volt, hogy szeretettel, szigorral és minőségi munkával tanítsuk őket. Egy kicsit nagyvonalúan átugrottuk az imént az előző percekben ezt az iskola alapítósdi történetet, hiszen hát tudom, hogy amikor a napi munka viszi az embert, akkor keveset gondol erre, de most nyugdíjas leszel is. Egyszer reméljük, még nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig fönn fog állni majd ez az iskola, és azért mégiscsak az kerül be, hogy az első igazgató Timáriné király sarolta.
Mit jelent ez neked? Hát nekem nagyon sokat. Én nagyon szerettem, hozzáteszem, 18 évet töltöttem a gyakorlóiskolába, én ott is azt hiszem, hogy maximálisan dolgoztam, és hát mindent, amit lehetett, pluszba is elvállaltam, és szerintem az, hogy valaki egy alapító lehet, az egy olyan érzés, és tegnap a nyolcadikosok, ahogy búcsúztak, és a szülő, illetve csak a szülők voltak ott, egy pár szülő a rendkívüli helyzetre való tekintettel, ők is azt mondták, hogy a 19-re még húztam lapot. És igyekeztem a hátamon vinni, és én úgy gondolom, hogy ez a 16 év, ez meghatározó lesz mindig is, amikor vissza fogok gondolni, hiszen az utolsó székig, mondhatom így, az utolsó krétáig mindent úgy kellett megteremteni, hiszen ahogy építkeztünk és bővültünk, mindig kellett, és ez érzelmileg is nagyon sokat ad nekem. Milyen érzésekkel mész most nyugdíjba, hiszen én, akinek a gyereke is járt ide, tudom mondani egészen stabilan, hogy nehéz elképzelni ma egy Sárika nélküli kisrefit. A Sárika hogy tudja elképzelni az életét a kisrefi nélkül? Én úgy gondolom, hogy nem kell, hogy teljesen anélkül képzeljem el, hiszen amilyen szeretettel fogom én itt hagyni, szerintem ugyanolyan szeretettel bármikor fognak engem várni. Nyilván nem az lesz, hogy elsőnek, a portás után elsőnek érkezem, mindig első igyekeztem, mert én azt vallom, hogy egy vezető az első legyen, és utolsónak hagyja el az iskolát. Én ezt a 16 év alatt, kivéve akkor, mikor valami rendkívüli, tehát hogy el kellett utaznom akár iskolai ügyben, ezt mindig igyekeztem is betartani, és az ember, mikor így épít egy iskolát, kérdezted itt, hogy mint vezető, hogy milyen érzés. Arra törekedtem mindig, hogy egy olyan önjáró iskola legyen. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy mi a dolga, mi a kötelessége, és nekem soha nem is kellett szólni, hogy be kell menni a gyerekekhez, kezdődik a napi rend, vagy most mindenki a saját osztályával ül a templomba, a párja mellette ül, ha ebédelni megyünk, hogyan, nagyon szépen, ahogy mi ezt itt beindítottuk, az elején hárman, ez így folytatódott, és ahogy jöttek az új kollégák, ők figyeltek, nézték, hogy zajlik az élet, próbálták átvenni, úgyhogy én bízom benne, hogy ez így folytatódni fog, hiszen 16 év nem rövid idő. De mégül is a te életedben, tehát tudjuk jól, hogy te nem egy egyszerű vezető voltál, hanem gyakorlatilag az iskola osztályfőnöke is, ha így lehet mondani, hiszen álltál az aulában, amelyik gyerek jött be, mindegyikhez egy kedves szó, hogy na, hogy sikerült a hétvége, jól sikerült-e a, mit tudom én, miskolci vagy dilafüredi kirándulás, mert minden gyereknek tudtad azt, hogy szinte, hogy hová fog menni, hogy ez nem fog-e neked hiányozni? Nagyon fog hiányozni. A családom azt mondta, hogy el nem tudják képzelni, hogy én hogy fogok leállni, mert tényleg egy pörgős, agilis vagyok, de én azt gondolom, hogy ha az ember eléri, hogy 40 évig a pályán volt, és eléri azt az életkort, hogy már jó lenne egy kicsit megpihenni, biztos, hogy meg fogom találni másban, bízom benne, hogy unokám is lesz majd, és akkor ott majd folytatódik ez, és azt is gondolom, hogy lesznek olyan kollégák, akik továbbra is számítanak rám, tanácsot fognak kérni, és hát biztos, hogy át fogok tudni állni. Édesanyám a példa előttem, 55 évesen eljöhetett nyugdíjba, és 33 évig boldog nyugdíjas volt, soha nem unatkozott, biztos elő fogom én is venni azokat a fényképeket, azokat az albumokat fogom nézegetni, és ha találkozom az utcán, a mai napig még a visi tanítványok is megállítanak, tehát bízom benne, hogy sikerült azért olyan kapcsolatot kialakítani, Patak kisváros, ha kijövök az utcára, és találkozom a tanítványokkal, ugyanúgy oda fognak szaladni, meg fognak ölelni, és el fogják mondani, hogy mi történt velük. Azt hiszem, hogy ettől szebb végszó nem is lehet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és nagyon-nagyon hosszú, boldog, nyugdíjas éveket kívánok neked, tényleg őszintén, és a nézőknek pedig a figyelmet köszönöm szépen. Ha tehetik, akkor máskor is tartsanak velünk, a viszontlátásra!